Pakolják a ládákba a leszedett Irsai Olivért a szekszárdi borvidékhez tartozó szőlő ültetvényen még a nyár végén. A szekszárdi borvidéki tanács elnöke azt mondja, kicsit később kezdődött meg a szüret a hűvösebb nyár miatt, mint a korábbi években. Átlagosnak számít a szüreti időpont. Tavaly ilyenkor már túl voltunk az első szüreten, tavaly előtt pedig meg azt hiszem augusztus 8-a volt az első szüreti időpontunk, úgyhogy ebből azért látszik, hogy egy picit tolódik a szüret, és hát vélhetően ez a kékfajtáknál is ugyanígy igaz lesz. Néztünk már oportőültetvényt is a borvidéken, úgy satszoltuk, hogy augusztus legvége, szeptember elejére csúszik majd a szüret. Hát most mondom ezt, hogy csúszik, de alapvetően a normál kerékvárásba állt vissza minden, ugye picit azért hűvösebb volt a nyár, és nincs az a nagyon korai érés, mint ami eddig volt. Hát bízunk benne, hogy azért a paraméterek azért szépek lesznek. Én egy átlagosnak mondanám egyébként az idei évet, növényvédelem szempontjából is. És a mennyiség? Mennyiségek eddig jól alakulnak, a sok évi átlagnak megfelelő mennyiségek. Így az első születek alapján egyelőre pont ugyanannyi, mint a sok évi átlag. Aztán majd ugye többit majd meglátjuk, mert még azért sokat kinnasszanak az ültetvények. Hogyha szép száraz őszünk van, akkor nyilván szép lesz az évjárat is, ugyanakkor, hogyha nagyon csapadékos idő lesz, akkor azért sok problémát okozhat ez még a szőlőben. Ugye pont itt a tegnapi nagy zivatarokat mi azért itt viszonylag jól megúsztuk a szekszárdi borvidéken, ellentétben Bajával, szegények. De ettől függetlenül azért oda kell figyelni, mert a korai szőlőknél azért most már a cukrosodás folyamat azért beindult. Ez a sok csapadék, ami mostanság hullik, azért kihívások elé állít minket, tehát a rothadás az elindulhat. Oda kell figyelni, nem árt egyébként, mint ahogy itt mögöttünk is látjuk ennél a fehér szőlőnél, egyébként egy rajnai rizlünk, hogy eléggé szellős a fürdzóna, hogy minél hamarabb kiszáradjon, egy picit azért segítsen a légmozgás is itt a betegségekkel szemben a védekezésben. Egy kis csúszás van, mert mindig augusztus 20-a előtt az irsait már leszedtük, most egy hét csúszás van, de úgy néz ki, hogy a minőség az nagyon jó, a mennyiség is jó, úgyhogy hát szerintem nagyon jó évjárat lesz a koraiakra. A későbbieknél meg, hogyha ilyen idő marad, süt a nap, meleg lesz, akkor lehet, hogy megint egy csúcsévjáratunk lesz. Egy néró szőlőt szedünk, rozénak. Tehát még a komoly vörösborok azok még szépen beszíneződtek, de még várni kell velük. Mennyiség szempontjából? Hát én azt hiszem, hogy nem sokkal kevesebb, mint az átlag. Egy-két hetet látom, hogy úgy meg van csúszva. Tehát a nérót is tavaly 14-én szedtük, és most ugye 26-án szedjük. Szépen színesedik, de azért még nem teljesedett be teljesen a színezője is. Szépen felső fele az még jobban egy kicsit halványabb, a külső fele, ami napot, több napot kap, az erőteljesebben látszik már az érésnek a jele, de az életnek, a szőlőnek is még van bőven ideje. Augusztus végén a kék frankost vette górcső alá Urbán Péter borász. Ők 1,5 millió kilogramm szőlő szüretelését tervezik az idei évben. Nálunk a valószínűsített a szeptember első hetében fog indulni a szüret, várhatóan elég nagyobb területtel rendelkezünk portugízzel a bátaszék ültetvényeken, ott fogunk kezdeni, illetve a Sauvignon Blanc szőlőfajtával. Azután már úgy gondolom, hogy be fognak elérni azok a Pinot Noir szőlők is, amelyeket rozéknak akarunk készíteni. Én meglátásom szerint ez a szeptember első hete lesz az indulás időpontja. A szőlő érettségét több szempont alapján nézzük. Mindenki tudja, hogy igazából a cukortartalom a legfontosabb, hiszen a mustfokolás az egy alapfeltétel, hogy megfelelő alkoholtartalommal rendelkezzenek azok a borok, de ez mellett azért többségében már nézzük a sav összetételét, a pH értékét, illetve a fenolikus érettségét is figyeljük, ez akár lehet a magnak a színezék választása, színezettségét nézzük, hogy milyenek a héjnak a színanyagai, hogyha kékszőlőfajtáról beszélünk, de azért nem múlik el az se, hogy megkóstoljuk a szőlőt is, a jó ízű-e, tiszta, egészséges, hiszen az adja az alapját a jó bornak, a tiszta, egészséges, jó szőlő. Mind a mennyiségét, mind a minőségét tekintve jó évre számít a borász, de az ősz csapadékossága még változtathat ezen. Hűvös május-június következtében a szőlők egy picit az előző évekhez képest csúszva vannak, megcsúszottabban érik a szőlő, viszont ha egy szép száraz őszünk lesz, akkor én egy nagy évjáratot is várok, de hogyha csapadékosabb a fordul, akkor egy kicsit nehezebb dolgunk lesz.
Országos szinten tavaly több mint 4 millió mázsa szőlőt szüreteltek a magyar gazdák, és nagyjából 3 millió hektoliter körüli bor készült.